10 csapat indult útnak rövid játékmesteri eligazítást követően december 31-én délelőtt a Csengei Dénes Kulturális Központból. A 40 vállalkozó kedvű résztvevőnek 10 mókás város ismereti feladatot kellett teljesítenie az év utolsó napján megadott idő alatt. A harcamalacért elnevezésű megmérettetést 20 éve már megszervezték a városban. Ezt az ötletet újították fel 2021-ben a Kulturális Központ munkatársai. Igyekeztünk mindig az adott helyszínnek megfelelő feladatot kiválasztani, tehát a Présház kávézó borozóba ennek megfelelő feladat lesz, az Asapályán egy sportosabb feladat lesz, Rideg Imrénél pedig ugye nyilvánvalóan a pálinkához kötődik majd a feladat. Fejér Dóra véletlenül csöppent a játékba. Én egy baráti társaságon keresztül hallottam, ugyanis a hét elején mondták, hogy jönnek majd erre a versenyre, négyen így családilag neveztek be. Aztán végül tegnap úgy alakult, hogy a családjukba kettő fő maradt, és másik két főt kerestek nagyon gyorsan, úgyhogy igazából tegnap este tudtam meg, hogy jövök. A csapatok meghatározott időközönként sípszóra indultak a Kulturális Központból, hogy aztán nyakukba vegyék a várost. 5, 4, 3, 2, 1, és... A feladatokat tartalmazó borítékot csak indulás után nyithatták ki, így Frejni Fritz Ildikó számára is titok volt, mi vár csapatukra az év utolsó napján tartott malacvadászaton. 4 fős csapattal indulunk, mivel ez volt a kritérium. A tesóm, a férjem és a sógornőm. Így állt össze a csapatunk. Készültetek rá? Nem. Igazából, hát fejben igen, vagy hát, hogy jó kedvel, mással nem. Sejtitek-e, hogy milyen feladatok lesznek? Fogalmunk sincs, nem, semmi, tippünk sincs. Találgatások voltak, de nem. Így az elhangzottak alapján nem tudom, tényleg. Az egyik meglepetés a Kressz Parkban várta a csapatokat, meg kellett számolniuk a kandelábereket, a lépcsőket és a Pál utcai fiúk graffitin az üveggolyókat. Az így kapott összeget küldték el aztán a játékmesternek, aki a nap végére összeszámolta a helyezéshez szükséges pontokat. A nyertesek a malac mellett vacsora meghívással és egy 5 literes pezsgővel is gazdagabbak lettek.